Sziasztok! Én Sisi vagyok, magyar, mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Cici podcast magyarul tanulóknak. Nem hiszem el, hogy ez a pillanat is elérkezett, de ez bizony a századik epizód. Három évvel ezelőtt kezdtem podcastot csinálni, amihez a havi előfizetők kapnak leíratot, szólistát és nyelvtani magyarázatot Patreonon. A Patreon oldalam 11 fővel indult, ma pedig már 280-an vagyunk, és már majdnem 4000-en követitek a podcastot. Nem hiszem, hogy így videóban át tudom adni, hogy mennyire örülök ennek, mert őszintén szólva nagyon meg vagyok illetődve, de nagyon örülök, hogy ilyen sokan hallgatjátok és szeretitek. És a 100. epizód alkalmából szerettem volna veletek együtt elkészíteni ezt a részt, úgyhogy most ez egy kérdezfelelek lesz. Köszönöm mindenkinek, aki küldött kérdést, és akkor uh, kezdjük is. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcici. Az első kérdést Natalia írta. Ha másik szakmát kéne választanod, mivel foglalkozná? Jó kérdés pont a napokban mondtam egy barátnőmnek, hogy fogalmam sincs, hogy mit csinálnék, ha nem lettem volna ennyire biztos benne a kezdetektől, hogy tanár szeretnék lenni. De ha muszáj lenne mondani valamit, akkor szerintem azt mondanám, hogy pszichológus vagy kócs, mert nagyon szeretek embereket motiválni, és látni a fejlődésüket. Érdekel, hogy hogy működik az emberi agy és az érzések, és erről a témáról sokat szoktam olvasni. Úgyhogy uh, talán ez. Uh -huh. A második kérdést áron írta. Uh, what's the biggest animal you could take in a fight? Uh, hogy lehet ezt magyarul mondani? <laughs> Melyik a legnagyobb állat, amit le tudná győzni. Nehéz kérdés, mert a pók elég kicsi állat, és őket sem szeretem megölni, ha itt mászkálnak a házban. Amikor Budapesten laktam, akkor általában kidobtam őket az ablakon, de mióta Texasban lakom, messziről rájuk dobom a papucsomat, mert nem tudom, hogy mennyire veszélyesek. Aztán, aztán ott hagyom a papucsot, és megkérem a férjemet, hogy dobja ki. Uh, Nemrég volt egy tarantula a kertünkben, uh, akkor csak beszaladtam a házba, és nem mentem ki a kertbe két hétig. De um, van egy 35 kilós kutyám aki nagyon szeret engem, őt le tudnám győzni, mert bármit csinálhatok vele, soha nem bántana. De ott, ott, nem lennének egyelőek az erőviszonyok. A következő kérdés brian jött. Szeretnél újra a légitársaságnál dolgozni? Gimnázium után nem vettek fel elsőre az egyetemre, és akkor kihagytam egy évet, és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren dolgoztam, ami akkor még Ferihegy volt. Akkor változtatták meg a nevét egyébként, amikor ott dolgoztam de engem sose érdekelt, minek változtatják meg a nevét. Örökre Ferihegynek fogom hívni a Repteret, a Szelkámen teret és a Vármegyéket Megyének. Check-in agent voltam egyébként, becsekkoltam és beszállítottam az utasokat a Swiss Air járataira. Egy évet dolgoztam ott, és csináltam is róla egy teljes epizódot, hogyha valakit érdekel a téma, akkor fent van spotify -on. Most már nem szeretnék reptéren dolgozni, hogy válaszoljak a kérdésre. Bár imádtam, és nagyon menőnek tartottam, hogy ott dolgozom, és csak jó élményeim vannak tényleg. És a mai napig nagyon szeretem a reptéri hangulatot. Az az igazság, hogy nagyon fárasztó munka volt, és azóta nem lettem fiatalabb. Három műszakban dolgoztam. Volt, hogy hajnali háromra mentem dolgozni. Az utasokkal minden egyes nap volt valami probléma, amit meg kellett oldani, most pedig nagyon szeretek nyugiban itt dolgozni, de nagyon boldog vagyok, hogy volt lehetőségem a, a reptéren is dolgozni. A következő kérdést Elena írta: Hogy ismerted meg a férjed? Hol is kezdjem? Ü, igazából ez a kedvenc story, az én kis tündérmesém, amit a mai napig nem hiszek el néha, hogy megtörtént, pedig megtörtént. Kezdem a legelejéről. Anyukámnak van egy magyar barátnője, aki kiköltözött Amerikába, és egy Tóparti Üdülőben dolgozott. Ő minden nyáron hívott engem, hogy menjek ki szobalánynak, mert hogy nagyon szép helyen van, nagyon jól lehet keresni, sok európai lány is megy, tudom gyakorolni az angolt is, és jó buli lesz. Szerintem kb. hat nyáron keresztül hívott, mire végre igent mondtam, és egyszer kimentem három hónapra. New Yorkba dolgozni, nem a városba, az államba. Én szobalány voltam, és a most már férjem pedig a konyhán dolgozott akkor. Őt is egy ismerőse hívta, és ő is pont arra az egy nyára ment ki. Úgyhogy ott találkoztunk, szerelmesek lettünk, aztán négy évig távkapcsolatban voltunk, most pedig már több mint két éve házasok vagyunk. Itt élünk, El Texas ban Texasban. Amúgy nagyon sokan mondták nekem annó azon a nyáron, hogy felejtsem el, mert ez csak egy nyári kaland, és a távkapcsolat nem fog működni, úgyhogy ne hallgassatok senkire, csak a saját szívetekre. Na nézzük a következő kérdést Franzitól. Milyen gyakran ismétled a nyelvi jegyzeteket hetente? hát erre nem tudok konkrét választodni, hogy hetente egyszer vagy kétszer, mert nálam ez változó. Amikor én tanulok idegen nyelveket, akkor sokszor azt szoktam figyelembe venni, hogy mihez van kedvem éppen, és mennyi energiám van aznap. Én a flexibilis, a rugalmas tervben hiszek. Jó, ha van egy iránymutató, de én régen nagyon sokszor csináltam azt, hogy ilyen terveket írtam, hogy hétfőn a múltidőt gyakorolom lengyelül, kedden podcastot hallgatok, szerdán szöveget írok, és most van a fejemben egy listám a dolgokról és a forrásokról, amiket, amiket szeretek csinálni, amiket szeretek használni, és amiket hasznosnak is tartok egyben. És a heti rendszerességre figyelek, hogy valamit mindenképpen foglalkozok az adott nyelvvel. Na, de hogy valamit mondjak a kérdésre is, szoktam ismételni is, persze az nagyon-nagyon fontos, mert attól, hogy leírunk egy új szót a fizetünkbe, amit hallottunk, vagy nem tudom, szókártyát készítünk belőle, attól még nem fogjuk tudni automatikusan. Én két módon szoktam ismételni. Jelenleg három nyelvet tanulok aktívan, de nem túl intenzíven, csak olyan kényelmes tempóban. Spanyolt, oroszt és lengyelt, és hangüzeneteket küldünk egymásnak a nyelvcsere partnereimmel, és így gyakorolunk. Ha akartam használni új szót, amit meg kellett keresnem, vagy kiavítottak valamit, akkor leírom egy füzetbe, ha úgy érzem, hogy az most a szintemnek hasznos és releváns szó. Mindegyik nyelvhez van egy külön kis füzetem, és miközben hallgatom a hangüzeneteket, jegyzetelek. Aztán, amikor ismételek, akkor nézem a szavakat, és hangosan beszélek, és megpróbálom magamnak elmondani Ugyanazt a storyt, amit hangüzenetben is mondtam, miközben használom ezeket a szavakat. És mit akartam még mondani? Igen, én abban nem hiszek, hogyha csak szókártyákat olvas valaki, akkor ez segít. Nekem legalábbis biztos, hogy nem. A, a mondat már egy fokkal jobb, de szerintem a, a rövid szövegek a legjobbak, amikor tényleg van kontextus. Um, és, és a másik ismétlési módszerem az, hogy újra hallgatok olyan podcastokat spanyolul, amiket már meghallgattam régebben. Ezzel a fejlődést is nagyon jól lehet követni egyébként, és baromi jó érzés, amikor um, érzed, hogy sokkal többet értesz most, mint két-három hónappal ezelőtt. De um, ha valaki aktívan tanul egy nyelvet, akkor szerintem a heti egy ismétlés az nagyon jó, Ö, mert egy hét alatt nem kell túl sok új szót tanulni, mert nem lehet. Úgy jegyzünk meg új szavakat, hogy minél többet halljuk és minél többet használjuk őket, ehhez pedig idő kell. Na menjünk tovább. Gének kettő kérdése is volt, és szerintem nagyon meg akart izzasztani. <laughs> nagyon nehéz mindkettő. Az első az, hogyha gyereked lesz, hogy tervezed megtanítani a jó magyarra, a helyes írásra például? Ezen már nagyon sokat gondolkoztam, főleg mióta önkéntesként eltöltöttem 9 hónapot connecticut és helyi magyar iskolákban tanítottam amerikai magyar gyerekeket, és test közelből láthattam, hogy milyen kétnyelvű gyerekeket nevelni. Őszintén szóval nem tudom, ha itt leszünk, akkor is, ha lesz baba, akkor a családdal spanyolul fog beszélni, mert mexikói a férjem, az iskolában angolul, és én leszek az egyetlen, akivel tud majd Magyarul beszélni. Úgyhogy szerintem már most el kell engedni azt, hogy helyesen fog beszélni, mert egyedül nem tűnik reálisnak, hogy ki tudok alakítani ehhez megfelelő környezetet neki, nem tudom. Azt is meglátjuk majd, hogy milyen lesz a személyisége, mire lesz fogékony. De alapvetően úgy gondolom, hogy játékosan szeretném majd megközelíteni ezt a témát kíváncsiságot ébreszteni benne, és amint egy gyerek kíváncsi, magától akar majd tanulni mindent, és felszív minden infót, mint egy szivacs. Úgyhogy nem konkrét módszerekben gondolkozom, hanem inkább arra szeretnék figyelni, hogy, hogy, belőle jöjjön majd a kíváncsiság, amit én tudok támogatni. Semmiképpen nem fogom leöltetni, hogy most akkor ma magyarul tanulunk nem egy ismerősöm van, aki kiskorában megtanult olvasni magától egyébként, csak mert érdekelte még iskola előtt. És én hiszem, hogy a gyerekek sokkal többre képesek, mint amit az oktatási rendszer kinéz belőlük, és nem tanára van szükségük, aki beléjük veri a tananyagot, hanem valakire, aki támogatja őket abban, amiben ügyesek, és valakire, aki figyel arra, hogy mi érdekli őket, és miben jók. Szóval nem tudom, nincsenek illúzióim, illetve vannak, vannak, nagyon sok van, de próbálom elengedni őket, mert felesleges elméleteket gyártani, amíg nincs gyerek. Ha lesz majd, akkor kitaláljuk, hogy mi hogy illeszkedik az új életünkhöz együtt. Most, most ezt tudom mondani, de lehet, hogy egy hét múlva már máshogy fogom gondolni. Na, a következő, hogy mi a legnehezebb abban, hogy meggyőzd a tanulóit, hogy hagyják abba a volt és sokszor kevésbé hatékony tanulási módszereket. Erre a kérdésre azonnal az jutott eszembe, hogy a tehetetlenség. Hogy sokszor nagyon tehetetlennek érzem magam, hogy hiába beszélek róla mindig, és próbálom terjeszteni az igét, én más nem tudok csinálni. Nem tudok tanulni, nem tudok cselekedni senki helyett és néha nagyon fáj látni, hogy mennyi, mennyi tanuló próbál minél többet tanulni olyan módszerekkel, amik eddig sem váltak be neki. De ez teljesen érthető egyébként, mert kialakultak az iskola miatt bizonyos bejárt utak a, az agyunkban, és eszméletlen fárasztó új utakat kreálni. De ha változást akarsz, akkor valamint változtatni kell, kérdéseket feltenni magadnak, és őszintén válaszolni, mert ö, lehet, hogy egy abszolút megoldható problémáról van szó. Mondok öt kérdést, amit hasznos lehet végig gondolni, ha nem úgy haladsz, ahogy szeretnél. Egy. Mennyit tanulsz egy héten? Ha nem gyakorolsz legalább heti négyszer 20 percet, akkor nem valószínű, hogy gyorsan fogsz haladni, amivel egyáltalán nincs baj, nem muszáj gyorsan haladni, a baj az irreális elvárásokkal van. 2. Hány forrásból tanulsz? Sokan azt gondolják, hogy minél több forrásból tanulnak, annál jobb, de szerintem nem kell kettőnél több. Válasz valamit, amit tudsz olvasni, valamit, amit tudsz hallgatni, és kész. Három. Érdekesek és relevánsak az életedhez ezek a források? Megéri ö, olyan forrásokat keresni, amik érdekesek ö, számodra, teljesen más érzés így tanulni. Ha valami unalmas, vagy egyáltalán nem érdekel, Persze, hogy nem lesz kedved belőle tanulni. Miért lenne? 4. Megfelelő a szintednek a forrás? Jó forrás az, ami nem túl könnyű és nem túl nehéz. Ha 60-80%-ot értesz, akkor tökéletes tananyag. Nem túl megterhelő, miközben új dolgokat tanulsz. És szerintem az ötödik a legfontosabb, hogy lehetne több energiám. Ha megnézed a képernyőidődet, és úgy látod, hogy időd az lenne tanulni, mert hát hm, görgetésre van napi hat órád, de energiád nincs, gondold végig, hogy milyen szokásaid vannak, amik elveszik az energiád, ahelyett, hogy feltöltenének, és milyen új szokásokat tudnál kialakítani. Ezer millió évig tudnék erről beszélni, úgyhogy nézzük a következő kérdést Doris-tól. A minap láttam egy doksi filmet Lombkatóról és a nyelvtanulási módszeréről. Mi a véleményed róla? Őszinte leszek, nagyon szégyellem, ezer éve rajta van a listám, hogy megnézzem, de még nem néztem meg. Részleteket láttam belőle itt-ott, viszont elég sokat olvastam róla, nem tudom, hogy mást is mondott -e a dokumentumfilmben, de én úgy olvastam, hogy neki az volt a fő módszere, hogy sokat olvasott és fordított, és szótárakat is szeretett olvasni, úgy, mint egy mint egy rendes könyvet hát az elejétől a végéig. Őszintén szerintem ez a mai világban nem biztos, hogy megállja a helyét, mert teljesen más, hogy működik az agyunk. Az internet és a közösségi média óta sokkal nehezebben tudunk koncentrálni, sokkal türelmetlenebbek vagyunk. Egy öt másodperces intrót is kipelünk, amikor sorozatot nézünk, és már van mindenféle online fordító. Könyvet olvasni is egyre nehezebb csomó embernek, aki régen szeretett olvasni. De hát nem csak rossz oldala van nyilván a technológia fejlődésének. Most például rengeteg YouTube videó és podcast van, amit lehet nyelvtanulásra használni. És um, szerintem csodálatos, hogy ennyi lehetőség van ingyen igazi, autentikus kiejtést hallgatni. Viszont lombkatónak minden szava arany. Nagyon szeretem a tanácsait, általában mindennel egyetértek, úgyhogy motivációnak nagyon sokszor szoktam idézeteket olvasni tőle, megosztom a két kedvencemet. Az egyik az, hogy a nyelvből tanuljuk a nyelvtant, nem a nyelvtamból a nyelvet. A másik pedig az, hogy a nyelv az egyetlen, amit rosszul is érdemes tudni. És akkor nézzük az utolsó kérdést Steamability-től. Hogy kezdted a vállalkozásod, mennyi ideig tartott? 2018-ban végeztem az elt Magyar Mint Idegen Nyelv Tanári Mesterszakon. Utána elkezdtem magánórákat vállalni, először házhoz mentem, aztán tanítottam könyvtárban, kávézóban, dolgoztam nyelviskolánál, és persze mindig sokan kérdezték, hogy szeretnék-e majd rendes munkát, mert a tanároktól ezt általában megkérdezik. De én mindig biztos voltam benne, hogy ezt szeretném csinálni teljes állásban. A társadalmi nyomás miatt voltam egy pár állásinterjún, de nevetséges volt. Én sem vettem volna fel magamat, annyira nem akartam ott lenni. 2020-ban már elég hangos volt a saját hangom a fejemben, és egyéni vállalkozó lettem. Akkor már két éve csináltam az Instagram oldalamat. Először magánórákat tartottam online, aztán csoportos beszélgető klubokat. És közben a tapasztalataim alapján azt láttam, hogy arra van a legnagyobb szükség, hogy, hogy az önálló tanulást segítsem. Ezért előálltam egy havi tagságos program a Patreonon. Öm, mellett a tavaly elkezdtem beszédfejlesztő kurzusokat is tartani Telegramon, ahol hangüzenetekben kommunikálunk, és most már a Patreon lett a teljes állásom, ami két évig csak kiegészítés volt, 2022. októberében tartottam az utolsó magánórámat, mert szerettem volna arra fókuszálni, hogy minél több érdekes tananyagot gyártsak magyarul tanulóknak, és segítsek abban, hogy, hogy lehet ezeket jól használni. Azt nem teljesen értem, hogy mire gondolsz, hogy mennyi ideig tartott, mennyi ideig tartott, amíg beindult? Ha ez a kérdés, akkor igazából azt kell mondanom, hogy azonnal. Folyamatosan fejlődik persze, és hál' Istennek megy előre, és mindig egyre tisztelben látom az utamat, de az első hónaptól kezdve stabil fizetésem volt, és ez egyszerűen csak normális volt nekem. Mindig az volt a fejemben, hogy én ebben biztos vagyok, és ezt akarom csinálni, és kész. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és csinálhatom. Na hát ez volt az utolsó kérdés, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy érdekes volt. A Patreonhoz találtok linket a leírásban, és hogyha tetszik a podcastom, akkor ne felejtsd el lájkolni like a videót YouTube-on, és öt csillagot adni Spotify-on, mert nagyon sokat segítesz vele, úgyhogy előre is köszi, és további szép napot!